Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listán. A mai videó egy állítólagos szupervulkánról fog szólni, ami a szakértők szerint egy kitörést követően képes lehet elpusztítani az egész Földet, vagyis pontosabban fogalmazva képes lehet elpusztítani minden életet a Földön. Ennek a videónak az ötletét egyébként az egyik kedves barátomnak köszönhetem, aki valamelyik nap egy dumálgatás közben hozta fel ezt a szupervulkános témát. Nos, én ezt az egészet egy marhaságnak tartottam, és valójában most is annak tartom, de ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy jó lenne belőle készíteni egy ilyen kis videót. Az egésznek annyi a lényege, hogy az Amerikai Egyesült Államokban található Yellowstone Nemzeti Parkban, vagy inkább park alatt bujkál egy vulkán, méghozzá a világ legnagyobb szupervulkánja, ami arra készülődik, hogy kitörjön. Ha minden igaz, ezt a szokatlanul nagy számban megnövekedett vulkanikus tevékenységekből, köztük a környéken bekövetkezett rengeteg földrengésből állapították meg, csak hogy egyes hírek szerint ezek a tevékenységek közel sem annyira megnövekedettek, mint azt egyes hozzája értő emberek állították. Persze ezen lehetne vitatkozni, hiszen mondhatni senki sem tudja az igazságot ezzel kapcsolatban, szerintem még az sem, aki azt hiszi, hogy tudja, de itt most az a lényeg, hogy ha a szupervulkán valóban kitör, akkor képes lesz elpusztítani az egész világot. Nos, itt néhányan megint csak azt állítják, hogy biztos, hogy nem, néhányan meg azt állítják, hogy biztos, hogy igen, és ezt tényekkel is alátámasztják, vagyis jobban mondva megpróbálják alátámasztani. Talán a legszilárdabb ilyen tény, vagy inkább bizonyíték a már említett földrengésekben, vagyis pontosabban azok számában nyilvánul meg. Itt annyi a lényeg, hogy 2017-ben, illetve 2018-ban is előfordult, hogy egy röpke hónap alatt több száz rengés rázta meg a Yellowstone környékét, ami egy egyzetlen fülnek durvának hangozhat, ám az állítások szerint ezek a földrengés rajok teljesen megszokott dolgok arra felé. A feljegyzések meg állítások szerint ugyanis nem először fordult elő ilyesmi, plusz évente több ezer rengés megy végbe a környéken, így igazából nincs mitől aggódni. Viszont, ha van mitől aggódni, akkor tényleg van mitől aggódni, hiszen egy állítólagos 600 ezer évvel ezelőtt végbe ment kitörés akkorát szólt, hogy megalkotta a ma ismert Yellowstone kalderát, aminek a mérete 3964 négyzetkilométer. Valljuk be, ez nem kicsi, de közel sem akkora, hogy elpusztítsa a Földet, plusz állítólag ennek a mélyedésnek a kialakulását két másik kitörés is elősegítette, ami akkor a 600 ezer éve történt kitörésnek igencsak levesz az értékéből. Persze manapság azt mondják, hogy a Yellowstone-i szupervulkán már fejlődött, és ma már sokkal nagyobb kitörésre lenne képes, ám néhányan megint csak azt mondják, hogy szupervulkánok nem is léteznek. Egyébként olyat is olvastam, hogy egyes szakértők azt mondták, ők képesek lennének megakadályozni a kitörést, de ahhoz rengeteg pénzre és időre lenne szükségük, így inkább bele sem kezdenek. Hát, igazi hősök. De azt mondták, már csak azért sem kezdenek bele, mert az állítások szerint 20 ilyen szupervulkán is létezik a Földön, vagyis bujik meg a Föld alatt, és az összeset le kéne fagyasztani, hogy ne jelentsenek veszélyt. Na, itt a vége már nagyon kusza lett, de a lényeg, hogy szerintem jobban kell izgulnunk a fizetésünk, illetve a közelgő ünnepek meg szülinapok miatt, mint bármelyik szupervulkán kitörésétől. Persze ez csak saját vélemény. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!